Nándorfehérvár ostroma. ...1456. július havának első napján bezárultak Nándorfehérvár vasalt kapui. A vár előtti síkon feltűntek az oszmán sereg előőrsei. A Dunaszáva torkolatának támaszkodó vár falai nem csak a védősereget, hanem az egész országot választották el a 100 000-es török seregtől. Magyarország kulcsa a legnagyobb erőpróbának nézett elébe. A magyar királyság mintha nem is érezte volna a délről érkező veszélyt. Hosszú évek óta pártoskodásba, polgárháborúba merül. Az egyik liga Habsburg szövetségben kívánta a hatalmat megszerezni, a másik Magyarország keleti felének nemességére támaszkodott. Ez utóbbinak az élén Hunyadi János erdélyi főúr, a török ellen vívott háborúk hőse állt. A török által veszélyeztetett déli és keleti országrészek népe benne látta biztonságának zálogát. Mohamed szultán erős és rendezett birodalom felett uralkodott. 1453-ban seregével legyőzte a lehetetlent, bevette Bizánc falait. A Balkán végleg meghódolt előtte. Már csak egyetlen pont sugározta át az európai keresztény hatalom fényét. Egyetlen vár fenyegette Mohamed hatalmát és adott reményt a Balkán népeinek, ez volt a szerb Belgrád, a magyar Nándorfehérvár. A török seregnek napokba telt, míg a vár ostromát előkészítette. A Bizáncot megsemmisítő tűzérség, a katapulták és más ostromeszközök július 4-én a szultán parancsára vártak, hogy a falakra követ, a vár belsejébe tüzet zúdítsanak. Tíz nap alatt a falak és bástyák sorra összedőltek, a védősereg a várban emelt új, szedetvedett védvonalat. Szilágyi Mihály irányításával a védelem kitartott, de készletei gyorsan fogytak, és hamarosan várható volt a török támadás. Hunyadi eközben felmentő sereget szervezett. A hónap közepén már 10 000 páncélos lovas gyülekezett a Duna északi partján. A pápa hívására megmozdultak a falvak, városok is. Egyenes kaszával, vasvillával, baltával fegyverezte fel magát minden hadrafogható. A Száván túl 30 000 keresztes vitéz a déli megyék földművelő népe várta áhítattal Kapisztrán János parancsát a támadásra. A ferences barát misztikus alakja dörgedelmes szónoklatai tömegeket vonzottak zászlai alá.
A képzettség és a fegyverek hiányát pótolta a keresztesek lelkesedése. Az út a várba azonban zárva volt. Baltoglu admirális dunai hajóhada uralta a folyót, és hogy minden áttörést lehetetlenné tegyen, láncokkal összekötött hadihajóval zárta el. A kisebb magyar flotta július 14-én minden erejét összeszedve nekiment a török hajózárnak, és véres közelharc során átszakította azt. A török flotta teljesen megsemmisült. A várba a segítség az utolsó pillanatban érkezett. Hunyadi átvette a parancsnokságot, Capistránt a keresztes sereghez rendelte, óva intve őt a kezdeményezéstől. A tapasztalatlan néppel nem kockáztatott. A védelem felkészült a döntő küzdelemre. Mohamed szultán önbizalommal tekintett Nándorfehérvár romjaira. Egyetlen fergeteges roham, és Európa megnyílik a próféta zászlaja előtt. De a rendíthetetlen oszmán harcosok szívébe félelem is vegyült. A táborban hamar híre ment, Hunyadi már bent van a falak között. A szultán július 21-én parancsot adott a rohamra. Az írdatlan sereg csatarendbe áll. Török támadó hullámai egy pillanatra sem csitultak. A janicsárok serege a belső vár tornyáig hatolt. A kimerült magyar védelem felemésztette minden tartalékát. Mindenkinek az első vonalban kellett kitartani. Az oszmán harcosok éle már a torony tetejéig jutott. A szultán látni vélte, hogy tetején félholdas zászló lobog. Támadás éjjel is folytatódott. A várban tomboló tüzek világították meg a küzdőteret.
Hajnalban az oszmán sereg visszavonult állásaiba. A súlyos kudarc után Mohamed pihenőt rendelt seregének. Igaz hitű harcosok tízezrei hevertek holtan, összeégve a sáncárkaiban. Hunyadi katonái az egésznapos küzdelem után állásaikban aludtak el. Mindenki tudta, a védősereg nem lesz képes elviselni még egy rohamot. Ekkor a Száva partján feltűnt kapisztrán alakja. Hunyadi szigorú tiltása ellenére hajóra szállt, a fővezér akaratát isteni parancs írta felül. Úgy látszott, a török sereget egyedül akarja elpusztítani. Szentember küzdelmének látványa új erőt adott a keresztényeknek, a törököket pedig megbénította. A keresztes sereg fanatikus lendülettel kelt át a folyón, és megrohanta a török állásokat. A szultán, miután felocsúdott a meglepetésből, lovasságával a keresztesek ellen vonult, védtelenül hagyva az ostromágyúkat. Hunyadi tudta, elérkezett a döntő pillanat. Most kellett támadást indítani. Parancsára a sereg csatarendbe állt. A csata teljes sikert hozott. A török sereg megsemmisült. Mehmed szultán Nándorfehérvárral többé nem próbálkozott. Európa megmenekülését ünnepelte, harangok hirdették messze földön, hogy áll még a keleti fal, megtört rajta az oszmán háború. De az ország két bástyája közül az egyik leomlott. Hunyadi a pusztító járványban életét vesztette. A másik bástya, Nándorfehérvár még 70 évig védelmezte a keresztény világot.